Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt a Várségi Ferenc Könyvtár ifjúsági részlegében. A mi részlegünkben nagyon sok ifjúsági kör működik. Minden programot a gyerekekkel közösen igyekszünk megszervezni. Ez a rész közösségi térként is funkcionál. Több érdeklődési körű fiatal is jár ide hozzánk, és velük együtt közösen próbáljuk majd megszervezni ezt a krimi napot. Egyszer már csináltunk ilyet. Hát ugye a játéknak az a lényege, hogy gyilkolászunk benne, ami a krimi napba teljesen beleillik. A könyvtárban mindenféle különböző tematikák szerint lesznek a termek berendezve, és akkor, hogy mindig az ember belép egy új helyszínre. De szerintem király lenne. Ez amúgy tényleg jó. Armando szellemes szobája már egyszer megrendezésre került itt nálunk a könyvtárban. Mivel tudtuk, hogy az ifi teremben rengeteg itt a krimi, illetve horror rajongó, ezért úgy gondoltuk, hogy nagy sikere lehetne. Itt az alapvető koncepció volt az, hogy kicsit ilyen ijesztő legyen, de mégis legyen benne valami rejtély, ami ugye az egészet a krimihez kapcsolja. Úgy hallottam, hogy nagyon élvezte mindenki, szóval nagy sikere volt, és szeretnénk ezt még egyszer megvalósítani itt. Én Dennis Nielsenről fogok előadást tartani. Ő egy hírhedt sorozatgyilkos volt, egy picit a pszichológiai hátterébe is szeretnék majd betekintést adni. Krimi témájú asztali szerepjátékokat fogunk szervezni. Szabadjára engedhetik a fantáziájukat, megalkothatnak szerepeket, ezzel egyébként a szerepjátszást, a kreatív gondolkodást tudjuk fejleszteni náluk. A résztvevők átélhetik a gyilkosságok bűnügyekben résztvevő személyek tapasztalatait. Én vezetem a anime kört az ifjúsági teremben. Mi szeretnénk hozzá csatlakozni a krimi naphoz, esetleg krimi témájú animék vetítésével, esetleg újrajátszásával. Régóta vagyok az ifjúsági részleg tagja. Én felelek a látványvilágért a krimi napon, vagy körben. Maszkokat készítek, díszletet tervezek, és ezzel tudok hozzájárulni a naphoz, a krimihez. Mivel a krimi napon a részvétel teljesen ingyenes, ezért lehetővé teszi, hogy bárki számára hozzáférhetővé váljon a kultúra. Az ifjék egy része önkéntes alapon beöltözve sétálgatna a könyvtárban, és a látogatók tőlük rejtélyeket kérhetnek. Ezeket a rejtélyeket úgy tudják megoldani, hogyha a könyvtárban a megfelelő helyeken a nyomokat megtalálják. A polcok között egy részt lezárnánk, és Jack Reacher témájú szabaduló szobát rendeznénk be. Olvasmányélményekről lenne beszélgetés, sütés tea mellett. Részben a Cozy Mystery műfajának dedikálva, részben pedig bármilyen krimi rajongónak, aki csak szeretne tapasztalatot cserélni. Szóval ilyen tervek vannak. Oké. Among Us élőben.